Nincs, hogy nézi az esetet. Meg a Maze Bangos állami lehet. Hogy lehet Carlos-os ügyei mosva? Micsoda? Mondom, vicces lenne a Carlos nem tudni, hogy mosva. Hát amúgy benne van. Az a gáz. Hogy? Ja, de eddig applikáción sem volt fenn, de most már fenn van. De, már fenn van egy ideje. Hát olyan sok ideje nincs, egy 10 percen is, meg nem volt. Később kijönni. Mit csinál? 10 perc, már délben ott volt. Dehogy volt. De, nézd már meg, ma 11 óra 49 volt. Az bogaras. Nem bogaras. Dom. Máshoz szeretettem saját autót. Hát nem sosem értettem meg. Nekem más hozzájön a kocsimhoz eltűnni. Hát én azért tudtam meg, hogy mikor lesz. Köszön óvatosan. Na, itt a mentő. Mert? Már egyébként ez a Joe Hunter is volt délkor. Én gyakran láttam. Úgyhogy hát így nem tudom ki ő, de hogy... Na, hát sejtettem. Számos. Fel kell kezdeni, mert nem tudom. Nem tudom, mikor lesz. 4 per fullba! Hú, ezt csak 4 szűrt hoztam. Hello. Jó, hogy jobb 11-et. Nagy tőle is veri az éreket. Beférünk amúgy a templomba? Hát... Biztos. Max nem fogjuk hallani, mit mondanak. Fixen már most ott bent 10-nel. A hullám vágott. Amat olyan csibész. Ne akarsz tolakodni. Na így fúj, Bush is kell menni hongsába. Mondjuk előre kéne ülni, hogy halljuk, hogy mit mond. Hát akkor menjünk. Itt a be is mehetünk igazába. Hát menjünk. Bent van? Első sorokba. Ki? Az a lépott. Menjünk, mi jó rám? Hát akkor menjünk. Hát akkor köszönöm. Én nem tudom. Hát szerintem itt lesz egy ilyen megemlékezés, aztán... Minek jöttél? Elsős ide. Hát az már mindegy. A jobb. Ide jobb oldalak foglaljuk el. Nézd Freudenáról minket. Ja, mert 80 öljünk egy padra, vagy aha. Mit gondolsz? Felsrész már. Felsrész már. Felsrész már annyira közel hozzám. Oké. Én ide jövök. Akkor fogjátok. Úristen. Nem bírok szép volt Noel. Nem bírok fel. Még egyszer valaki. Ide jönni mindenkinek. Ne toljatok már le. Haver normálisan ülj már. Akkor melyek oda előre görög maga. Gyere ide, gyere ide. Kék. Még hattam egy helyet. Amúgy se szeretek Noel mellett ülni, mert... Hát még mellette... Mindig fogdassa a combom. Ne sérteges. Sem mellett, mert... De hogy jössz, na, valami rossz buzi. Mi van? Noel, hogy jössz? Ja. Semmit nem tudunk tett. Csak a szoki. Neked hol a kezed már? Na, valamit kérdezz a kávézusoktól. Laci, mire gondolsz, amikor így ülsz? Ennyi vissza. Négyes. Gyertek ide. Nem biztos. Hát, az nem a 3. Valamit mond. De, három. Ne. Hallom, azért akarok kimenni. Bementek. Kávéháznak a tulajdonosai merre vannak? Itt van, a tulajdonos az ott négy. Gyertek. Kibérsz, hogyha gond van? Na, elfújt a magzatvíz. Méri nem akar nekünk szentelt vizet de bocsátani. De majd meghallja a hangodat, akkor meg megered majd. Azt mondja, hogy nem. Jó, Csibész, tehát ezt most fejezzük be, mert különben elmegyek. Jó, rendben Méri. Van. Nyugos. Rendben. Fiúk, lenne egy óriási nagy kérésem. Igen. Szeretnétek volna pár szót? Hoppá. Pár szót szeretnétek mondani? Ajjaj. Az egy baj, mondjuk. Hubertus? Van mentős. Ja, itt vagyok, csak meg akartam nézni a tetoválásod itt a vádlin. Lóf azt a seggedbe, ne ijedkes. Jaj, aggódtál értem, Méri? Igen, hát mindenkiért szoktam aggódni, aki összeesik, hülye gyerek. Mit tudok, igen.
Ki az, aki tisztelettel méri, tisztelettel, jó? Figyeljetek, akkor okay. Valaki szeretne beszélnet tartani? Elbúcsúzni, venni tudod? Hát Lassi, te elvárod? Hogy így a kávézó nevében hát, mondasz egyet? Hát én csak egy pár sort tudok. Nem baj, hát elég az. És nem kell fél órát beszélni, csak meg. Igen. Jó, hát megpróbálok mondani valamit. Jó, hát figyelj, addig, jó. Ameddig ülünk a templomba, elmondja a plébános úr ugye a szentbeszédet, addig meg kimegyünk a temetőbe, jobbja össze magadnak egy 5-6 sort, jó? Jó. Hát most nem azt mondom, hogy rögtön persze, de most nem azt mondtam, hogy a Mercedesbe tegyék kuplungot, tudod? Hát igen, igen. 6-7 sort el tudsz mondani azért, nem? Persze. Na, menjünk be a temetőbe. Egy-két jó tulajdonság. Mit szeretett ilyes? Vagy nem tudom, esetleg, hogyha Carlos megérkezik, látom, majd ő fog. Hát ha nincs még jegyes, nincsen itt. Akkor így... Hája, csak már nem találkoztunk most vele. Semmi baj. Jó napot, fiam. Ide lehet ülni, még van itt egy hely. Persze, jöjjön, még a combomban is van. Nem büdös, üljön már a segélyre, hát itt van a templomban. Itt semmi nem büdös. Jaj, ügyjál, ne kivagassa le egy szíves temetésem, vagyok. És ha mindenki az, hogy csesztetem, hogy jogot vagyok. Megbefett. Uram, ez nem csesztetés, vagyis hogy uram, ez nem csesztetés, hogyha azt mondják, ami a valóság. Melyik ez veszed? Arra gondolsz, hogy egy székre ül három. Köszönöm. Igen, uram, ez túl súlyos, de szerintem ezt ő is látja, nem? Csak erre bíróságot. Igen? Én? Jó, utána átadhatom a szót önnek, uram? Nem szükséges. Egy imádságot mondjál el, aztán megyünk majd ki. Amúgy is le van. Nem le van. Közép rá, hogy jó halljanak. Gyermekeim, csendet kérek. Azért gyűltünk majd itt össze, hogy egy hívő, becsületes embert eltemessünk. Szomorú nap ez a mai, mert Benito meghalt. Ő volt ugye a BBC-nek az üzletvezetője. Add atyánk, hogy melléd ülhessen a trónon. Becsületes, jó lelkű ember volt. Igaz, gyermekeim? Így volt! Így igen. Volt! Igen. Így van. Biztos vagyok benne, hogy mindenki evett már náluk kürtös kalácsot, vagy ivott egy kávét. Szóval a legtöbben ismerték. Hát itt külön imával nem készültem, de itt a zsebemben van egy cetli, azt felolvasom. Felveszem a reverendát, szájba meg a cigarettát. Rózsafüzér már a nyakamban. Mehet az egyházi gépezés, a paplan. Ha kocsi kell, megsúgom a füledbe, hogy nincs messze a Giuseppe. Ha hirdetést adnál fel, a komédiába elmehetsz akár éjjel. Ha számlát nyitnál, van több bank is. BBC-ben kürtös kalács, vaníliás epres csok is. Ha nem lenne szálkás a vádlim, azonnal irány az energim. Lehetsz te itt 50 cent? Én sosem voltam szent. Tegnap mentem striptease bárba, szanaszéjjel, begombázva. Láttam már dolgok közül egy-két jót, na dehogy Super Mario-t? Nekem sem kell bánkódnom, nem lesz gond, ha meggyónom. A jó Isten elnéz mindent, mondok majd egy jó nagy amment. Arra kérlek, neves meg, ha lenne munkád, keresd meg. Kéne már egy új sekrestje, de elég drága az építése. Amen. 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 Gyermekeim, amen. Köszönöm, amen. Hogy mind fehérbe jöttetek. Amen. Benito utolsó kérése az volt, hogy csak mi papok legyünk feketébe, a hívők pedig fehérbe. A következő procedúra az lenne, hogy átvonunk együtt a temetőbe, illetve Csibész atya vezeti majd a halottas kocsit a koporsóval, és őt kéne követnünk szép lassan, összekulcsolt kezekkel. Rendben van? Rendben. 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 Köszönjük szépen. Én dokkulás nem számítottam. De jó Isten. Uram, mire kell gondolnom? Namaste. Benjamin. Puszolj már! Rebdes Isten! Namaste-re gondolni. Namaste. Tessék ember, te jó Isten! Mindig üdvösség volt ki. Hát most itt van. Szép lassan.
Nagyon szép volt a hó. Büdös vagy, Dagi. Kussolj már! Szeretnél kezdeni, atyám? Kezdhetem. Rendben. Hátul is hallják? Ne vegyél ki, simáljon. Megvárjuk, simáljon, megvárjuk még mindenkit. Igen. Szia, Lani! Egy három egyet ültem. Látom, még ide érkezik mindenki. Elhagudj. Fuksi. Tehát ahogy elmondta plébános úr is, Benítónak az volt a végső akarata, hogy mindenki fehérbe jelenjen meg, és tegye tiszteletét nálunk, mivel egy fehér, egy tiszta szívű ember volt. Elment tőlünk Benító, a kényszeres ajtón Benító. Ilyen kávét más nem adott, s lám szegény most halott. A reggeli feketéje, isteni, nem is szokott, szoktam kiönteni. Itt nálunk most fehérben, és iránkozunk a legényben. Lelkét adja a teremtőnek, testét pedig a teremtőnek. Nem lesz többé kávébab, és belefinom tejszínhab. A koffei megölte, a kutyogósba betöltve. Át is szoktak a teára, te a mellé a metára. Legyen neked könnyű a föld, és ez Istenünkkel közöld. Imádkozunk a lelkedél, és külön a testedér. A kávéházat bezáratom, a hajamat levágatom. Így tisztelgek én most te előtted, ha szellem vagy már, futok is előled. Amen, Benito. Amen. Mindenki megkérdezi, hogy egy szálvirággal. De előtte még neked is lenne egy kis beszédem. Mondja, atyám! Üdv néktek, testvérek! Azért gyűltünk ma itt össze, mert egy ember került a temetőbe. Becses nevén Benito Cipollino, az övé volt egy neves kávézó. A kürtös kalácsa legendás volt, kezei alatt szaladta bolt. A kávéja sem volt utolsó, de nézd mi lett a vége, koporsó. Éreztem teste rothadó szagát, hisz akkor nyertem a repcsatát. Előttem esett össze, de nem tehettem semmit érte. Itt van most a gyászoló család, egy betegség ölte meg, nem a dzsihád. Ahogy az orvosok azt megírták, elvitte a tüdőrák. Szerettei most siratják, kik éveken át csodálták. Emlékezzünk róla csendben, tán fent van már a mennyekben. Ne roncsuk el a szent pillanatot, mutassunk némi alázatot. Vegyünk elő egy szálvirágot, teremtsünk egy jobb világot. Add revresz, uram, hogy melletted lehessen, eme áldott ember fent az egekben. Búcsúzom most tőled, testvér, ez a temetés sem volt két fillér. Elhunyt testvérünk a keresztvíz által revreszhez kapcsolódott a mulandó földi élet idejére. Megváltunk jósága engedje, hogy dicsőséges feltámadásában részesüljön az utolsó napon. A mi urunk revresz keresztjének szent jele legyen rajtad. Ejjelben váltott meg téged a megváltó, ejjelben van üdvösségünk. Porból lettél, és visszatérsz a porba, de revresz Isten feltámasz téged az utolsó nap majd. Béke veled! Most pedig megkérem a hozzátartozókat és barátokat, hogy dobjunk egyesével egy szálvirágot Benito Cipollino tiszteletére, illetve akinek lenne pár szava Benitohoz, az ne tartsa magában. Amen. Két szót szállik a kávézó nevében. Amen. Jó, itt megölte kávé. Hoppa, lába. Én is a kávézó nevében szeretnék két szót szólni. Hogy mindig mondtam neki, hogy a cigarettát tegye le. Ezt okozta. Ott megy a robot. Aki nincs köztünk, örülnék, hogy ennyien eljöttek. Nagyon szépen köszönöm az ő nevében és a kollégái nevében is. Hogy elfáradtak a temetés. Nagyon nem bír csajt Buresz magával. Köszönjük szépen is. Ugye Benitónak volt egy végső akarata, kérlek akkor. Menjünk akkor, gyere, kérlek. Yeah.
Gyerünk mindenki táncoljon! Ez a Max fiaim. Na jól van. Köszönjük szépen mindenkinek, testvérek. De ott a sodjon akkor a piatot. A 23 órás szentmisén. Nagy misén 23 órakor fog kezdődni. Így van. Menjetek békével, küldetésetek van. Finom a rúzsia. Amen. Jó vagy te sok. Megcsúszott azt mondta. Danke. Hú, meg vagy mi langc? Jaj, meg virágokat még ide, aki tudja. Odé vagy, kérem uram. Szeretném ezt a virágot olyan. Jó, de ezt értem. Mi maga dobta el? Én. Miért ide dobta el? Oda kell nézni. Köszönöm, Tony. Nem tudom felvenni, mert nehéz. És lehet, hogy itt vagyunk mellett. Tony, gyere már. Ez egy szar a szemem nagyon. Szerintem oda tettük, atyám. Szerintem is azt gondolom, hogy a Benito tisztességes temény. Elején majdnem elfelejtettem, hogy az zenénél nyomni kéne a kihangosító gombot is, ugye itt a telefonomon. Aha. Atyáj, mikor lesz Paracsi. A szemmise? 13. 11. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. A serifőnnek kell egy, akkor egy ezresfél lehet lenni. Micsoda? Ezresfél? Akkor kifizeti ki a temetést, atyám? Jó, hogy utalom? Hol vannak? A nincs nálam. Önök az családtagok az... még? Hát mi a kávészóban dolgozunk, és az, az igazság, hogy nincs itt a tulajdonos. Átadod, nem megy a bocsánat. Viszlát. Utalásos módszerre majd kérem, akkor majd akkor keressék fel majd az atyát, jó? Így van. Persze, Carlosnak mondani fogjuk mindenféleképpen. Mi ilyenben nem intézkedhetünk. Az az 50 ezer dollárra semmi. Persze. Köszönjük egyik szépen. Zsebéből kifizet is jönnek. Így van. Köszönjük kis kassa. Igen. Jó, mi köszönjük a szép jelent. Meg remélem, hogy a temetés a színvonalas volt. Igen, nagyon szép volt. Én meghatottam. Nem szerint, szoktam, de meghatottam. Önök szerint ezt látta Benito a mennyekből? Szerintem biztos, hogy láttam. Jó, van rendben. Köszönjük szépen, hogy megjelentetek, itt voltatok, meg hogy segítettetek. Nagyon szívesen, köszönjük. Mi köszönjük. Köszönjük. Minden jó testvére. Minden jó testvére. Önöknek is. Ne cigarettázzanak. Nem fogom. Nem fogom. Rá is gyújtok egyre mellett. Istenem. Ez beteg. De várjál ott a biztos. Ja, igen. Akkor te menj az előtt, hogy nézzél. Ja, tényleg, vajon izé... Hogy gyere? Tényleg a zenét ők érte, vagy ilyen pop? Nem, biztos, hogy ők érte. Ismerted Benito. Biztos vagy benne, hogy ők érte. Thank you.
ki ez a sok autó? Hát gondolom a miénk. De miért? Lettere fent annak? Hormonális problémái vannak, mert azt tudom. Ez kárt lesz? Mi a faszom veled? Tényleg ilyen fasz, hogyha ne... Ne buziskodjatok, 15 percre keltem. Hát az az éli horgászat nem kellett volna, mi? Csak az oki. Örök, hogy meg se értem. Nekem is, és mi jó volt a temetés, mi? Örülünk, hogy jöttél. Benéztem, hozzáteszem. Csak volt rajtam egy fekete zakó, aztán hát láttam, hogy fehérben van, és nem éreztem magam, hogy inkább kimentem. Ja, majd a csipésszel kéne beszélni a pénzről. Mi a faszom, még pénzbe is kerül? Hát, szerinted. Fiam! Tessék. Hoppá. Korán kezdi. Ben mutatta.